A Fűcs okosan komplex felvilágosító és tájékoztató kampány célkitűzése, hogy az idei fűtési szezonban felhívja a lakosság figyelmét az egyes szilárd tüzelőanyagok használatának veszélyeire, a lakossági hulladékégetés tilalmára és káros hatásaira. A tájékoztató anyagot a Földművelésügyi Minisztérium állította össze. Ezek a képek tavaly télen készültek a megyeszékhelyen, amikor a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke meghaladta 75 mikrogram per köbmétert, azaz a tájékoztatási küszöb értéket, a füstköd riadó tájékoztatási fokozatát. A vidéki településeken sem volt jobb a helyzet, sok helyen egészségtelen volt a levegő. Ma már a helytelen lakossági tüzelés jelenti a legnagyobb terhelést a légszennyezésben. A nem megfelelő tüzelőanyag jelentős mennyiségű, kisméretű részecske kibocsátással jár, amely jelentős egészségügyi kockázatot rejt. A fűtési szezon kezdetével egyértelműen kimutatható a levegő minőség romlása, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság gyakran fát vagy szenet, esetenként hulladékot használ fűtésre. A rossz minőségű és veszélyes anyagok, a helytelen tüzeléstechnika és a nem megfelelően kialakított tüzelő berendezés használatának oka legtöbbször az alapvető ismeretek hiánya. Éppen ezért indult el a Fűcs okosan kampány, amely egy komplex felvilágosító és tájékoztató program. Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi járási hivatal vezetője a vendégünk ma este. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Miért tartotta fontosnak a kormányhivatal, hogy belefolyjon egy ilyen kampányba? A kormányhivatal a szakmai irányítónak a elvárására, kérésére tartotta fontosnak, hogy beleszóljon egy ilyen kampányba, de hát az sem titok, hogy azért Nyíregyházán, bár az utóbbi időben kétszer volt, ez év január és februárban volt riasztási határérték küszöb feletti a légszennyezettség, és október 19-20-án csak riasztási küszöbérték körüli 75 mikrogram per köbméteres volt a légszennyezettség, de hát ezzel a ténnyel szembe kell nézni, hogy minket is érint. Van ebben negatív tendencia? Országos szinten mindenképpen van. Én nem Nyíregyházát nevezném meg konkrétan, hogy itt jellemző a negatív tendencia, de a 2000-es évektől a 2008-as, 10-es évekig mindenképpen történt egy olyan változás, hogy 2008-10 körül nagyon sokan álltak át, elsősorban a gazdasági világválság hatására, ugye, vegyes tüzelésre, vagy fatüzelésre, és ez mindenképpen jelentősen növeli a légszennyezettséget, és mára már elmondható az, hogy nem az ipar és nem a közlekedéssel jobban fertőzött területek azok, amelyek szennyezettebbek, hanem a szennyezettségnek mintegy 65-70%-át a fűtéssel okozzuk. Mik azok a főbb alappontok, és ugye én magam is kaptam az okos fűtésnek a 10 parancsolatát, itt kiadták. Mik ezek a legfontosabb tényezők, amivel tudnak ezen segíteni? A kampány mindenképpen a fűtéssel kapcsolatos okosságokra koncentrál, de én kezdeném attól, hogy a betakarítás után ugye elkezdődnek a tarlóégetések. Utána, amikor a falevelek lehullanak, akkor a úgynevezett zöld égetéssel folytatódnak. Már ezek jelentős környezetszennyezést okoznak, és késő ősszel, télen, amikor a fűtési szezonban elsősorban a hulladékégetés az, ami nagyon-nagyon környezetkárosító, de hát gyakorlatilag egészen elmehetünk a hulladékégetéstől addig, hogy ha már fával fűtünk, akkor az legyen száraz, legyen kemény fa, ha szénnel fűtünk, akkor jó minőségű fekete szén, és ne a nagy kéntartalmú barna szén. Tehát ezek azok a sarokpontok, amikre ügyelnünk kell. De különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a hulladékégetés elkerülésére, és itt a
kezelt fák, tehát a lakkozott bútorlapok, préselt forgácslapok, ragasztott bútorlapok, a PET palackok és mindenféle rongy háztartási hulladék, amit másképpen úgy gondolják, hogy nem tudnak kezelni, azt célszerűbb hulladéklerakókba gyűjteni, és semmiképpen ne használjuk például a kibontott ablak-ajtó kereteket, akár a műanyag kereteket sem fűtésre, mert annyira környezetkárosító, hogy én magam is meglepődtem azokon a kutatásokon, amiknek az eredményét olvastam. Ezek szerint kimondhatjuk, hogy ősztől tavaszig gyakorlatilag a vidéken szennyezettebb lehet a levegő, mint akár egy városban, egy nagyvárosban? Hiszen akár vidéken szinte mindenki ilyen módon tüzel, és vidéken jellemző a hulladékégetés, a tarlóégetés, a mezőgazdasági hulladékoknak az égetése. Akár így is ki lehet sarkítani ezt a témát, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy fokozottan figyeljünk oda, és ez a Fűcs okosan kampány, ez arra irányul, hogy mindig vegyük figyelembe a környezeti hatásokat. Télen, amikor ködös az idő, amikor a hideg, a magasban a hideg levegő mintegy lezárja a felsőbb légrétegeket, és nem tud a füst elkeveredni, és a füsttel összefüggő szennyeződés elkeveredni könnyen és gyorsan a magasabb légrétegekben, akkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy például, hogyha szénnel és fával vegyesen is tüzelünk, vagy akár még gáz is az opciók között van, akkor ezekben az időszakokban a gázt vagy a villanyfűtést részesítsük előnybe, és ezzel segítünk magunkon is és a környezeten is. És mindenképpen ismételten mondom, kerüljük a hulladékoknak az égetését, ugyanis az a helyzet, hogy a szállópor az 10 mikrométernél, tehát nanométernél kisebb, és az ettől kisebb részecskékhez nagyon jól hozzákötődnek ezek a tipikus szennyezőanyagok, nehéz fémek, mindenféle vegyszerek, és ennek a méretnek az a legrosszabb tulajdonsága, hogy ez egészen a tüdőhólyagocskákig leér, belélegezzük ezzel a finom porral, és nem is pornak nevezném, hanem aeroszolnak, azokat a nehéz fémeket és szennyező, rákkeltő, mérgező anyagokat, amik ezekhez az egészen kicsi részecskékhez hozzátapadnak, és ebben van a nagyon-nagyon nagy környezeti ártalom. És egészségkárosító hatás, mert nyilván egy legyengültebb szervezet, vagy egy gyermeki, vagy idősebb szervezet ezeknek kevésbé tud ellenállni, de egy felnőtt erős szervezetben is idővel, évekkel, évtizedekkel előre haladva könnyen okozhat bármilyen megbetegedést, és itt fel lehet sorolni nem csak az aszmát és a krónikus bronchitiszt, amit COPD-nek is hívunk, hanem akár csökkent tüdőkapacitást okozhat, infarktust okozhat, és nagyon összetett azoknak a betegségeknek a száma, nagyon sok, nagyon nagy száma, és nagyon összetett betegségeket tud okozni. Milyen csatornákon próbálnak eljutni ezzel a kampánnyal a lakossághoz? Hát természetesen a saját honlapunkon, és meghirdetett sajtókampányokkal is próbáljuk a lakosság figyelmét felhívni, hogy mik azok a sarokpontok vagy választható lehetőségek, amikkel tudjuk befolyásolni ezt a légszennyezettséget. Van-e kitűzött célérték? Kitűzött célérték nincs, hanem inkább azt mondanám, hogy ha a riasztási küszöbérték alatt tudunk maradni, és úgy át tudunk telelni, idézőjelbe, hogy nem kerül sor magasabb fokú légszennyezésre, az már egy nagyon hasznos cél lehet. Azt gondolom, hogy ez a kampány egy nagyon jó példája az együttműködésnek, ami a szakma és az önkormányzati politikának az együttműködése. Itt egy másfajta tájékoztatást is megcélzott a gázszolgáltatóin, úgy tudom.
Igen, és ennek mindenképpen az a célja is haszna, hogy nem csak a saját tevékenységüket, a saját szolgáltatásukat akarják természetesen reklámozni, hanem el kell ismernünk, hogy a gázzal történő fűtés, vagy az elektromos energiával történő fűtés az sokkal környezetbarátabb és egészségkímélőbb, mint bármelyik más fűtési forma. Mindemellett azért sokan anyagi okokból választják az olcsóbb megoldásokat. Ebben próbál segíteni a gázszolgáltató, amennyire én tudom, hogy ne keveredjenek nagyobb adósságba a fogyasztók. Természetesen, és hogyha ez párosul azzal a felvilágosító tevékenységgel, ami a mi feladatunk is, hogy tudatosítsuk, vagy eljuttassuk azokat az információkat a polgárokhoz, hogy mivel lehet elkerülni a nagyobb légszennyezettséget, akkor ez mindenképpen hasznos lehet mindenkinek. Tehát kemény fával, ne puha fával fűtsünk, hogyha van alternatíva is, érezzük a levegőbe, mert ez érezhető, mi magunk is kilépve az otthonunkból, vagy szellőztetve tudjuk érezni, hogy körülbelül milyen a légszennyezettség. Hogyha észlelünk valamilyen magasabb fokú légszennyezettséget, ha van arra opciónk, akkor át tudunk váltani akár gáz, akár villanyfűtésre. Abban az időszakban, ha kerüljük a fával vagy szénnel való fűtést, már nagyon sokat tehetünk azért, hogy tisztább legyen a környezetünk, de ismét csak visszakanyarodnék oda, hogy a legnagyobb tehertétel ilyen szempontból a hulladékkal való égetés, úgyhogy ezt mindenképpen kerüljük. Dr. Galambos Ildikó, köszönjük, hogy rendelkezésre álltunk. Én is köszönöm a lehetőséget.